Az EGRI Egészség és Környezetvédő Egyesület meghívására a Rigó István fitoterapeuta tartott előadást a fizikai testünk egészségének 4 alappilléréről. A jelenlévők megismerhették azokat a gyógynövényeket, melyekkel megőrizhetik a legfontosabb belső szervek egészségét. Az EGRI Egészség és Környezetvédő Egyesület az egészség és természetvédelmet tűzte ki célul 29 évvel ezelőtt. A jelenleg 61 taggal működő egyesület 2 hetente találkozik és hallgat különböző előadásokat. Mindenkit várunk, aki úgy érzi, hogy az egészsége érdekében akar tenni valamit, és hogyha hall arról az előadásban valamiről, és magáévá teszi, vagy egy kicsit megfontolja, vagy egy kicsit megpróbál úgy élni, ahogy hallotta, akkor biztos, hogy már eredményt értünk el. Nagyon-nagyon sok mindent csinálunk. Tulajdonképpen ebbe az egyesületbe tartozik az EGRI Jóga Klub is, tehát mozgásprogramjaink vannak, és a Jóga Klubon belül van 25 csoportunk, és 12 olyan jógaoktató, aki vizsgázott jógaoktató, tehát ez az, szoktunk gyógynövénytúrát tervezni, pont Rigó Istvánnal, aki most az előadásunkat fogja tartani, és István az az előadó, akit mindig nagy szeretettel várunk, mert valamikor, mikor ő egyáltalán elkezdte ezt a gyógynövényes dolgokat megismerni, nálunk tartott először előadást, és nagy sikerrel, és olyan dolgokat mond nekünk mindig a gyógynövényekről, amire érdemes odafigyelni. Február 2. hetében Rigó István fitoterapeuta tartott előadást az egyesület tagjainak a fizikai testünk egészségének 4 alappilléréről és azok egészségének megőrzéséről. Bármilyen olyan egészségügyi probléma van, tünet, elváltozás vagy funkcionális zavar a szervezetünkben, ami nem velünk született, nem genetikai eredetű, nem baleset eredetű, nem mérgezésből származik, ott érdemes esetleg a érzelmi és a gondolati szokásainkat, életvitelünket is megvizsgálni. 4 szervről lesz szó, a gyomorról, mint a mértékletesség ereje lehet az életünkben, a veséinkről, ami a bátorság erejét is szimbolizálhatja, a tüdőről, ami az emberi kapcsolataink, a kommunikáció szerve is egyben, a légcserén kívül, az ő uralkodó ereje, erénye, az udvariasság, az illem, hogy emberi közösségben hogyan tudunk önérvényesítően, de mégis szépen az egészért is tenni, nem csak önmagunkért. Aztán a máj epéről lesz szó, mint jó testvérekről, ők pedig a tűzelemhez, a gondolathoz, a belátó, megértő gondolkodást szimbolizálják. Rigó István elmondta, az életmódunk is nagyban befolyásolja a szervek működését. Ez az egyik lényeges dolog. A másik pedig az önvizsgálat terén, vajon mi lehet? Mi volt a egészség fogalma? Egy dinamikusan változó egyensúlyi állapot, ugye? Miben változom? Az összes többi az dúma, az orosz parlament, a szöveg. Testünk egészségének megőrzését a gyógynövények szerinte hatásos erejével is megőrizhetjük, valamint a már kialakult betegségeket is kezelhetjük. A gyomrunk egészségét sok gyógynövény támogatja. Az orbáncfű, a citromfű, az apró bojtorján, vagy a gyomorsav termelés csökkentő fehér akácfavirág, fekete bodzavirága, vagy utifűlevél. Lehet a vízelemnél, a veséinknél, ugye, az aranyveszőfű, virágos hajtás, mezei zsúrló, csalánlevél, nyírfalevél, aztán a fölsőbb szinten, ugye, az érzelmeinkben, ott a tüdő, mint az emberi kapcsolatok mienségét, hogy hogyan éljük, mert egy valami biztos összeköt mindannyiunkat, az a légzés. Akár akarjuk, akár nem, egy légtérben vagyunk, és ez kapcsolatot teremt. Látható és láthatatlan világokban is. Így a tüdő energiáját erősítő és tisztító hazai gyógynövények, a mezei kakukkfű, kerti kakukkfű, virágos hajtás, akkor ugyanúgy a hársfavirág lehet még, aki segítség lehet,
aztán a gondolatainkban, hogyha egy ilyen tiszta fej és nyugodt szív állapotra törekszünk, ami ugye a élet gyűrésében nem mindig egyszerű, de ne adjuk föl. Ott ugye a keserű anyagtartalmú hazai gyógynövények jönnek első körben számításba. A máj és epe működés aranya, a gyermeklánc fűlevél, a mezei katánkóró, a kisezerjó fűvirágos hajtás, vagy egy egyszerű borsmenta tea. Személyre szabott teakeverékek is készíthetők, melyeket megszabott ideig lehet csak alkalmazni. Az erős hatású gyógynövények közül, ha egyedi teaként, tehát egy összetevőjű teát forráz le, vagy készít el az illető, az erős hatásúakat 5 naptól 2 hétig alkalmazhatja önmagában. A gyengébb hatásúakat, monoteákat, ugyanígy egyedi füvekből, az pedig 4 hét. Akkor érdemes megnéznünk, hogy honnét hová jutottunk el, A pontból B pontba. Akár kontroll, szakorvosi vizsgálatot, vagy képalkotó eljárást, ultrahangot, MRI, CT-t csináltatni, hogy mi a állapotváltozás, a javulás mértéke és iránya, akár pedig ugye az ember érzi is, hogy a tünetei, a fájdalmai, a görcsei azok alábbhagytak, megszűntek. De a keverékben az általános szakmai ajánlás, hogy 3 hónapig érdemes ugyanazt a teakeveréket fogyasztani, napi rendszerességgel. Ezt követően megnézzük, hogy honnét hova jutottunk, és ha szükséges, akkor érdemes akár módosítani a teakeverék összetevőin. Az EGRI Egészség és Környezetvédő Egyesület ebben a fél évben még számos előadással várja az érdeklődőket. Átmenetileg a Polgárok Házában, a Bartakovics Béla Közösségi Ház felújítása miatt.